Nekem tényleg gyerekkorom óta azért végigkísért az életemet a sci-fi, maga a szakmám is ugye műszerész, tehát az elektronika irányába indultam el. A legjobb dolog ebbe az egészben az, hogy tulajdonképpen ebbe a projektbe én kiélhetem minden olyan, én azt mondom, hogy szeretetemet, meg szerelmemet, ami tényleg meghatároz engem. Már is bemérem a transponder jelzésedet. Tarts ki! A sci-fi, a jelmez készítés, és próbáltam mindenképpen egy olyan jelmezt készíteni, ami azért nem egy szokványos, és mindenképpen egyedi megjelenés biztosít, és én úgy gondolom, hogy ez össze is jött, amikor ez így elkészült maga a zene. Annyira nagyon nem mertem álmodni arról, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, de mindenképpen ez volt a tervem, hogyha ennek valaha is videóklipje készül, akkor ezt mindenképpen egy iszonyatosan sci-fis történetbe tudjuk becsomagolni. Bemértelek. 2 perc az érkezésig. A jelmezzel úgy voltam, hogy akkor is megcsinálom, hogyha szobámban, nappaliban így, ahogy most itt áll, úgy fog állni. Mert az úgy annyira benne volt a fejemben, hogy az mindenképpen. Ez a zene, ez tényleg egy komoly téma. Mondhatnám azt is, hogy megszokott téma, ugye, hogy hát a világ az olyan, amilyen. A pénz az a hatalom, nem törődömség van a világban. Lényeg az, hogy nekem jó legyen, mindenki áttaposva. Ezt ugye mondjuk úgy, hogy a mi körünkben, így a rapperek körébe, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, ez egy mindennapos téma. Mi megpróbáltuk ezt a mindennapos témát, nem egy hétköznapi burkolatot, vagy hétköznapi csomagolást adni neki. És mi a zenében azt látjuk, egy végső megoldásnak, hogy el kell hagyni ezt a bolygót. Csak nyújtanám a rakészát, hogy keresek egy élhető planétát. Egyétek meg, amit főztetek, ti maradjatok itt, mi beülünk az űrhajóba, beindítjuk, azt elmegyünk innen, és keresünk egy olyan bolygót, ahol egy olyan életet kezdünk el, ami mondjuk így az emberhez méltó. Igazából, hogyha ezt így nagyon egy mondatba kéne összesűrítenem, akkor azt mondom, hogy egy létező problémára találtunk mi egy nem létező megoldást, mert ugye nyilván a technika a legjobb tudomásom szerint még nem tartott, hogy mi be tudjunk ülni egy űrhajóba, és túl az ismert rendszeren, ugye ez a refrénünkben az egyik mondat, hogy túl az ismert rendszeren találjunk mi bolygót. A Krisztiánnal írtuk együtt az én részemet, ugye ő álmodta meg ezt az egész zenét, megcsinálta az alapot, és én mondtam is, hogy ezzel nem is nagyon tudok mit kezdeni, és ezt végre is tettük, közben dolgoztunk más projekteken, és akkor a Krisztián megírta rá a refrént talán, meg a verzélet is, igen. Elküldted, és akkor elkezdtünk agyalni, és akkor viccesebbre szerettem volna fogni talán egy kicsit, igen. És a Krisztián mondta, hogy akkor ezt ne, inkább próbálj meg komolyabbra venni a dolgot. Az én verzém az igazából még csak fölépíti azt, hogy miért is akarunk mi elmenni. Tehát elmondok egy-két dolgot benne, hogy hát mi az, ami itt a világban zajlik, és hogy jó lenne innen elmenni. Az ő verzéjén már tényleg az van, hogy akkor már maga a cselekmény, akkor mi most már utazunk és megyünk. Teszek egy pontot, nyomok egy spéc, és irány a spéc. Megyek, már nincsenek egyek, itt megáll az ég. Amikor elkészültem, akkor elkezdtem keresgetni videós csapatot. P-vel, aki ugye most is a kamera mögött áll, őt hívtam fel. Először nagy hallgatás volt a telefon végén. Én azt hittem, hogy most szerintem hülyének néz engem, vagy nem tudom. És akkor mondja, hogy ő már annyira régóta szeretne egy ilyen jellegű klipet csinálni. Tehát igazából megtaláltam azt az embert, aki kapásból azt mondta, hogy vágjunk bele. Itt mivel hogy önköltséges, kvázi minden. Itt azért jól eső érzés az, hogy ő nem az anyagi részét látta profitnak, hanem azt látta, hogy ha ő elkészíti ezt a klippet, és ez olyan lesz, amilyennek mi elképzeljük, akkor ő abból profitál, hogy utána ő ezt akár referencia anyagnak is tudja mutatni. Egyhözünk egyet az Orion növön, aztán ami kifér a csövön, mert egy másik bolygó kéne. Az ismeretségemnek köszönhetően van egy nagyon ügyes barátom, Pesten dolgozik, ő Csanádi Zoltán, több produkcióban is már ő részt vett. És nagyon kedves volt ő is, mert felajánlotta, hogy azt az űrhajót, amit mi a klipbe alkalmazunk, ő azt megtervezte nekünk, leanimálta. Ezt már az ő asztala, mert annyira nem értek hozzá. A lényeg az, hogy megoldotta nekünk azt, hogy az a filmvászonon majd egy ilyen nagyon szép jelenet legyen. Akik amúgy elvállalták ezt a videoklipnek az elkészítését, azért ott is ugye
Friedrich Péter, ugye ő az operatőrünk, aztán Németh Radakund, ő a vágó, nagyon ott van ebbe a témába. Tehát igazából egy olyan jó kis csapatot rakott össze P, hogy abszolút úgy érzem, hogy jó kezekben van ez a projekt, úgyhogy nagyon várom majd a végét. És ott tudnak kezdeni rendesen, kéne egy másik bolygó, túl az ismert rendszeren. Forgatást hogy viseltétek? Most elsősorban Robira nézek. Jó volt, én élveztem, főleg amikor a szabadban voltunk már, ezt a zöld hátteres mutogatást sokszor úgy kellett csinálnunk, hogy elmutogattunk a semmibe, amit majd ugye véglegesen majd láttak, hogy igazából egy falat vagy valamit irányítok, egy irányító pultot. Jó volt ez is, de amikor szabadban voltunk, azt érezem, már jobban élveztem. Ott már jobban láttam, hogy na, ez hogy mi lesz. Meg amikor a srácok küldték vissza az anyagokat, ugye, mondtam neki, hogy hú, ez tényleg nagyon szuper lesz. Meg hát ugye Robinak azért a jelmezezés is még furcsa volt, és az, aki nem hord jelmezt, annak azért hamar az, hogy nagyon meleg van. Igen, nem volt, hogy rosszul is voltam. Ja, tehát ezt ugye meg kell szokni. Nekem szerencsére azt mondom, hogy Star Wars-os múltamból, hogy én is hordtam sokat jelmezt, nekem nem volt ez a terep ismeretlen, úgyhogy én tudom azt, hogy mivel jár. Nagyon örültünk annak, mert nagyon hálásak vagyunk annak, hogy azért így is sikerült olyan támogatást kapnunk, hogy helyszínt biztosítottak. Például a Tettyeforrás ZRT is biztosított nekünk egy helyszínt, egy gépházat, ahol egy nagyon jó jelenetet föl tudtunk venni, ami kulcsfontosságú a klippet tekintve. Aztán Cserkuton van ez a kőfejtő, kőbánya, egy nagyon gyönyörű hely, kvázi mondhatnám simán, hogy egy ilyen marsi környezetet el lehet képzelni. Annyira jó fej volt a tulaj, hogy maximálisan partner volt benne. Oda is elmehettünk, ott is leforgattuk. Aztán fönt Pesten az egyik nagyon jó barátomnak van érdekeltsége egy helyen, amiről olyan nagyon sokat nem beszélhetek, mert az a hely még nem nyitott meg. Az majd a klipbe fog valamilyen szinten látszódni. Az is egy nagyon kulcsfontosságú, mint díszlet. Tehát olyan díszletek vannak ott, hogy az nagyon hiányzott volna ebből a klipből. Úgyhogy szerencsére ilyen lehetőségeink azért voltak. Maga a jelmeznek a legyártása, mint technológia, az annyira nem volt sci-fi számomra. Nyilván a berendezéseim azok megvannak ehhez. Ami nekem egy fontos része volt a jelmezen, az, hogy mindenképpen olyan ruha legyen, ami tényleg úgymond egy egyedi. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen anyagból legyen, mert ugye ezt, hogyha megnézed, ez egy ilyen kevlár hatású, tulajdonképpen műbőr. Nagyon sokat bújtam a netet, hogy hol lehetne valami olyan anyagot, ami maga a ruha is olyan lenne, hogy na, az már önmagában is egy nem szokványos kezeslábas például, és akkor belebotlottam ebbe a képbe. A sorsnak a keze azért itt is közbeszólt, mert hogy ilyen utolsó darab méter volt, mert ugye ezt ilyen méterbe adják, és nagyon kevés volt belőle, és mondom, jó, az jöjjön, az kell, majd legfeljebb úgy csinálom a páncért, hogy akkor bizonyos helyeken, ami kilógod, oda varrok. Megjött az anyag, és nagyon, nagyon kevésnek bizonyult. Akkor fölhívtam őket egy hét múlva, két hét múlva, hogy biztos, hogy nincs már belőle, mert hogy nem is fognak már gyártani többet, tehát már az országban már nincs ilyen több. És akkor mondta, hogy jó, hát még megpróbálják megnézni a raktárukat hátra, és akkor visszaszóltak, hogy hopp, még találtak, nem tudom, 4 métert. És akkor azt mondtam, hogy ezt onnan föntről, vagy valahonnan akarták, hogy ez így történjen, úgyhogy gyorsan be is rendeltem, és akkor neki tudtam úgy állni, hogy akkor tényleg egy teljes, igazából egy kezeslábas elkészüljön. Maga a páncélzat, ezek mind műanyagból készültek, vákumformázással, ahogy amúgy a Star Wars-ba is készítem a jelmezeket, illetve ugye még 3D nyomtatási technológia is van benne, tehát a sisaknak különböző elemeit azt 3D-vel nyomtattam. Van benne itt egy ilyen kis elektronika is, ez is sokat agyaltam, hogy mi legyen itt benne, igazából egy plexi cső, abban benne van két oldalról LED, meg raktam bele vizet, tehát egy folyadék van benne, mint egy hűtőrendszer lenne, vagy éppen a fűtőre, úgymond a kín van az űrbe, akkor a fűtőrendszernek a hűtőrendszere, tehát hogy ilyen, tényleg ilyen techno dolgok is mennek benne. El lett helyezve egy nyilván kamu kamera, de egy testkamera, ami amúgy a klipbe is majd meg fog jelenni, tehát vannak olyan felvételeink, ami abból a szögből van, és akkor ott is az lesz, hogy különböző diagnosztikát, ahogy amúgy egy testkameránál, ugye egy ilyen beazonosításhoz ott szokott lenni. Aztán a többi az ilyen technoblabla igazából, tehát hogy itt ugye van egy kis gégecső, meg ez a légzőkészülékhez, hogy menjen. A karján van egy, hát nyilván egy mobiltelefon. Vannak benne olyan dolgok, amikre az ember így nem is gondolt. Itt a sisaknál ez a rész, ahol a fül van, ez
ez a nutellás doboznak a kupakjából van, kérlek szépen. Tehát azért elősen van rajta olyan, ami tényleg ilyen érdekes dolog. Hátul van egy ilyen krómezüstre fújt tartály, ami tulajdonképpen a légzőkészüléknek, illetve az oxigénnek a tartálya, az páracskámnak a samponos flakonjából van. A Star Wars alapjai az erre épült, hogy amit a szemétdombon meg a szemét roncstelepeken találtak abból. Tehát egy létező dologból kitalálunk egy újat, és azt én így azért próbálom így tovább vinni. Amit nem látszik, az például egy motoros csizma. Tehát az, a motoros csizmák olyanok, amik így megjelenésükben is ilyen futurisztikus némelyik. Az is kapott be természetesen ledet, tehát egy oldala világít, ami meg azt akarja illusztrálni, hogy egy ilyen mesterséges gravitációs csizma, tehát amikor súlytalanság van, vagy valami okoz, és az aktiválva van, tehát az világít kéken, akkor lehet szépen lépkedni az űrhajóba például. Készültek díszletek, de most itt nem kell olyan nagyon, személy szerint nagyon nagy díszletre gondolni. Ugye azt tudni kell, hogy a végén megtaláljuk ezt a bolygót, tehát happy end a vége ennek a történetnek, és akkor örültünk, hogy hú, de jó, két srác megtalált egy bolygót. Aha, és akkor az a két srác mit csinál egy bolygón ketten, két srác? Tehát ez így nem jó, és akkor kitaláltuk, hogy hát az űrhajón még azért vannak úgynevezett kriokapszulák, tehát hogy mi azért egy kolóniával megyünk oda. Most például ahhoz csináltam egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen agykéreg monitort, ami itt lesz a homlokára ráragasztva, és akkor ledek villognak rajta. Tehát ugye az akkor szkifi valami, hogyha villog meg világít, tehát azt tudjuk azért már régóta. Például egy ilyen készült, aztán ami még egy ilyen érdekes, hogy ugye Cserkuton ezen a kőfejtőbe voltunk, ott például egy olyan jelenetet csináltunk meg, hogy én kőzetmintát gyűjtök. Most a történet szerint azért, mert hogy megsérül az űrhajónk, és hogy akkor abból a kőzetből ki tudunk nyerni olyan ásványanyagot, amivel mi ezt tudjuk javítani. Ahhoz készítettem egy ilyen tartály tulajdonképpen, egy ekkora tartály, és radioaktív és matrica rajta van, az is szép ezüstre le van fújva, van egy plexi lap, amiben már benne van, belerektek rakva a kövek, és akkor az is világít kéken, meg minden, tehát nyilván ott is, hogy világítson, mert ez kell. A történet végén, amikor megtaláljuk azt a bolygót, ott lesz egy úgynevezett kofferünk, ami szintén egy ilyen, egy flexnek a kofferje, egy műanyag koffer, nyilván át van kicsit alakítva, abban lesz egy számítógép, egy kis kijelzővel, és hogy amúgy kommunikálunk az anyahajóval, mert az űrhajónk amúgy ketté választható. Tehát mi egy leszálló egységgel fogunk leérkezni a Földre, vagy hát az új bolygóra. Pont úgy van a jelenet, hogy megyünk egymás mellett a Robival jelmezbe, Robi letérdel, kinyitja ezt a koffert, és minthogyha akkor ő írogatna, és akkor megvan a kapcsolat az anyahajóval, úgymond a regenerációs ciklus elindítása, és akkor élednek a cimboráink, és igazából így is van vége a klipnek. Tehát ezeket is ugye még meg kellett tervezni, meg kellett csinálni, tehát ilyen díszletek, meg ilyen segédleteket készítettem még így a kliphez. Én azt várom, hogy remélem, hogy szeretném, hogyha sokan megnéznék, tényleg nagyon látványos lesz a klip. Nekünk ez egy ilyen, tényleg azt mondom, hogy hobbi, tehát nem egy befutott zenész csapat vagyunk még. Aztán, hogy mit hoz a holnap, nyilván nem tudjuk. Nyilván azért csináljuk, mert szeretnénk átadni üzeneteket az embereknek, azért csináljuk, hogy az emberek szeressék ezt. Úgy egységes ez a projekt, hogy van a mi zenénk, amiben én elreppelem a mondandómat, Robi elrepeli, elénekli a mondandóját, de a maga a klip is beszédes lesz, tehát amit mi nem mondunk el, az a képi világba fog visszajönni. Nagyon sok olyan dolog lesz benne, ami még ad ehhez a projekthez, és így együtt lesz egy kerek dolog. Én igazából, ha csak annyit elérek vele, hogy én ezt meg tudtam csinálni, és később a gyerkőcönnek meg tudom mutatni, akkor már én nyertem ezzel a dologgal. Nyilván nagyon szeretném, hogyha minél több emberhez ez eljutna. Szeretném, hogyha tényleg sokan azt mondanák, hogy hú, azért ez jó lett. Majd meglátjuk, nem tudom.